Gödöllőn tartotta meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az 50 éves jubileumi ünnepségét, ahol elismeréseket adtak át. Díszoklevéllel, örökös tagsággal ismerték el Tóth István Zsolt évtizedes, kimagasló munkáját. Tevékenységei közé tartozik a vándormadarak kutatása, élőhelyeik felfedezése, valamint a kedvező és kedvezőtlen tényezők feltárása. Ez volt, ami nagy öröm volt számomra, és tényleg olyan volt, hogy mikor ott ültem és szólítottak, nem voltam föl. Tehát nem tudtam én ezt, hogy előre, hogy kapok egy ilyen elismerő kitüntetést, de hát én 1980 óta vagyok a Madárt Egyesületnek a tagja, és 2000 óta vagyok már a szekszárdi helyi csoportnak az elnöke. És hát egy ilyen hosszú évszerzés munkának és tevékenységnek az elismeréseképpen kaptam ezt, hogy ne részletezzem, hogy miért is, meg milyen tevékenységek vannak ebben tartoznak bele, úgyhogy ezóta nagyon szépen köszönöm még egyszer. Az évszázadok alatt az élővilág alkalmazkodott a környezeti hatásokhoz. Hazánkban a fecskeállományt befolyásolta az istállók, ólak megszüntetése, ahova a fészkeiket rakták. Étrendjüket az itt megtalálható rovarok, legyek tartalmazták. A generációs különbségek, a gazdasági és technikai fejlődés, valamint a gyárak és az állattartó üzemek létesítése nagyban hozzátett ahhoz, hogy az állatvilág eme csodás madarai más élőhelyet keressenek maguknak. Ez egy nagyon döntő tényező, hogy ez így alakult, de hát itt lehet is sok más dologra, hogy a vonulás során azok az életterek, ahol ő nekik meg kell pihenni. Mert egy ilyen kis madárnak mindig úgy megy, hogy megy egy pár száz vagy ezer kilométert, utána van ott egy ilyen mocsaras, nádas rész, amivel ők telelnek, ott felerősödnek, és megint mennek tovább. Na most, hogyha egy ilyen hatalmas, vizes, nádas részt beépítenek szállodákkal, és ennek következtében megszűnik az élettér, akkor kérdés az, hogy azt a kimaradt szakaszt képes lesz-e erejével átröpülni, vagy pedig ki elpusztul. A települések többségén megszűnt a használatok tartása, aminek köszönhetően a természet ezen ökoszisztémája felborult. A madarak pusztultak, nem találtak maguknak elég táplálékot, valamint az istállók szolgálták a költőhelyük védelmét. A szakember elmondta, az égi vándorok helyzete globális probléma, amihez nemzetközi összefogásra lenne szükség, tekintettel arra, hogy Afrikában is fontos a feltételek biztosítása a fajfenntartáshoz.